Sziasztok! Ha még nem láttad volna ezt a műsort, akkor a bemutatkoznék, ugye én meg a kapitány egy Airbus repülőképpen, reméljük már nem is kell más repülnöm, amíg nyugdíjban nem megyek. Amerikába repülök, és mindenféle történetem van, amik történnek velem, azt itt elmesélem nektek, hogy lássatok valami a belső információt arról, hogy mi mit csinálunk, mindent nem tudok megmutatni, mindenről nem tudok beszélni, de amiről tudok beszélni, azt szívesen itt elmondom nektek. Úgyhogy szerdánként szoktam ezeket a műsorokat felrakni, valamiféle repüléssel, vagy a történeteimet mondom el, vagy elmegyünk repülni egy kis repülővel, vagy bármi más szól. Um, ja, rám jár a rúd. <laughs> ugye, amit emlékeztek rá, nem túl régen átmentem az újraképzésem, újraképzés sikerült, utána meg, meg, lettem pisiltetve, ugye az már 7 éve nem történt, nagyon régen nem történt, ugye az, az, az egy random drug test, ugye randomly, tehát hogy, hogy, néha kihúzzák az ember nevét, és akkor el kell menni, megnézni, hogy, hogy ugye drogozol, vagy, vagy részeg vagy -e, vagy ilyesmi. Úgyhogy én nem szoktam drogozni, meg részeg sem szoktam lenni, úgyhogy ez itt könnyű volt. A baj az volt ugye, hogy, hogy, nem készültem rá, mert éppen akkor előtte mentem el a WC-re, amikor jöttünk befelé, és, és tényleg mivel 7 éve nem volt ilyen, nem is gondoltam rá, hogy ma hogy lesz ilyen itt nálunk a külső állomáson, de hát nem baj. Ugye Na mindegy, szóval azon átmentem, és akkor másnap megyek be dolgozni, és, és akkor oda jön hozzám egy... Csak annyi volt, hogy leugrunk Floridába, Tampába meg vissza, és akkor nézem, hogy hát kicsit rossz az idő, nem baj, majd körbe megyünk a felhők körül. Nézem, hogy kivel repülök, egy teljesen új hölgy volt, akivel repültem, ő most jött ki az iskolából, és akkor ott leültünk beszélgetni, mondta, hogy már annyi ideje repül, mint én igazából, csak közben kihagyott egy nagy csomó évet, mert, mert gyereket szült meg, programozó lett meg, mit tudom én, mit csinált, és aztán most újra neki lendült, újra elkezdte, és akkor sikerült bejutnia hozzánk, és most itt, rá, itt első tisztkedik, de azt most kezdte, csak el nem régen. Úgyhogy mondtam, tök jó. És akkor jön egy másik a pilóta, mondta, hogy jövök veled a tampába. Mondom neki, oké. Okay. És akkor kiderült, hogy ő nem azért jön velem, mert tampában olyan akar menni, hanem azért, mert vizsgáztatni fog. Na, hát mondom, nagyon jó. <laughs> egy évben egyszer Uh, van egy olyan uh, uh, dolog, hogy line check, az azt jelenti, hogy, hogy beül mögénk egy, egy vizsga biztos, a cégtől, és, és akkor az nézi ott csöndbe, hogy mit csinálunk. Tehát először is megnézi, hogy van-e útlevelem, az jó-e, oké, okay. utána megnézi, hogy vagy a jogosítványom jó-e, az orvosim jó-e, ugye ezt lecsekkol. Utána megnézi, hogy a könyveim jó-e, könyvünk már nem nagyon van, pontosabban egyáltalán nincs, csak iPad van. Az iPad-ben ugye abba is lehet a, a, a ludás, úgyhogy azt is meg kell nézni, hogy az is föl van-e frissítve a megfelelő, a, a föl van-e frissítve az iOS, amit ugye csak akkor szabad fölfrissíteni az operációs szisztemünket, hogyha ha azt már elfogadta a cég és kipróbált, hogy minden másik program rendesen működik a frissítés, hogy nem fogott lefagyni nekünk félúton. Úgyhogy ezt mindig meg kell nézni minden repülés előtt, hogy az, az, az föl van a, a rendesen föl van a updálva, és a, ha pedig nincs még kiadva az új, tehát mondja az Apple, hogy nála lehet updételni, de de a, a cég még azt mondja, hogy még nem lehet, szóval azt kell összevetni, és akkor kell updálni, hogyha már a cég is azt mondta, hogy lehet. És akkor ezt is megnézte, és akkor mindenféle dolgról beszélgettünk, és akkor utána szépen csöndbe ő ott csak megfigyelő igazából, és csak nézi, hogy mit csinálunk. És amikor nézi, hogy mit csinálunk, akkor csinál magának kis leírást, hogy ez jó volt, az nem volt jó, meg így tovább. És akkor az egész repülésen végig ül, hogy kiszűri azt, hogy, hogy, hogy tényleg biztonságosan csináljuk-e a munkánkat, vagy van-e valami, amit javítanunk kell és akkor ezt így élőben, nem a szimulátorban, hanem ez így élőben van. Úgyhogy itt nem kell trükközni, tehát itt nincsen olyan, hogy, hogy, hogy lehúzza a kart, és akkor, a, akkor egy motoros felszállás van utasokkal mögöttünk, nem, semmilyen nincsen. Ő csak ül is a kis és, és azt nézi, hogy mit csinálunk, és nincsenek semmiféle trükkök, nem kapcsolát kapcsolókat, mint a szimulátorban, amikor a oktató először fölmegy a szimulátorba, és ott átkapcsolgat egy-két kapcsolót, meg eltünteti az olajat a motorból a számítógépen ugye a szimulátorban nem nincsen tétje, itt, itt ilyen nincsen, itt csak beül, tényleg, és csak, és csak ott van előtte, még nem is szól bele, hanem csak ott fölírja azt, amit kell, és akkor majd utána, amikor leszálltunk a végén, akkor fogja ezt átbeszélni. Úgyhogy akkor ott nézte, hogy, hogy mit csinálok, ugye a, a nagyon kéri a cégünk, hogy csináljunk a légütés kísérőkkel egy briefinget, tehát amikor odaérünk, akkor ugye beszélgessünk velük, ugye az úgy van leírva a könyvben, hogy Először ugye el, 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 el szoktam olvasni a nevüket, néha ez nehéz, ugye az én nevemet is angolul elég nehéz elolvasni, de mindegy, és akkor el szoktam olvasni a nevüket, és akkor a, a kérdezem tőlük, hogy, hogy minden oké, okay, és aztán ugye mondom nekik, hogy, hogy a, a, ugye ez egy normális briefing, ami letakarja az összes szükséges mondani valomat, és utána elmondom nekik, milyen az idő, mi, mire számíthatunk, akkor, akkor mindenféle más dologról beszélek, és akkor a végén ugye egy, egy, általában egy viccel szoktam befejezni, ugye, és ezt most éppen azt mondtam, ugye, amit már lehet, hogy hallottatok, hogy hogyan cserél egy kapitány ki egy lámpaizzót. Na nem, nem úgy, hogy megmondja az első tisztnek, hogy cserélt ki, nem, hanem megfogja a lámpaizzót, és, és megvárja, míg a, a föld körbe forog körülötte. Na, és akkor ennek mindig örülnek. És akkor a, 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 meg volt a, a nagyon tetszett a, a, a vizsgáztató kapitánynak is ez, hogy, hogy, hogy ahogy, ahogy, beszéltem a, a hölgyekkel, urakkal, és akkor utána bementünk a kis kuckóba, elkezdtünk programozni, a, a, a hölgy is csinálja, amit kell, ugye, ő is csinálta a munkáját, és, és akkor um, elindultunk, nagy vihar volt, a nagy viharon kátmentünk, valahogy átevickéltünk, és akkor utána um, odaérünk a tampába, és akkor ott a a, egy kis gond volt a hölgynél, mert nem tudta, hogy, hogy kell beprogramozni ezt a gépet, mert még sosem látott ilyet. Ugye többféle repülőnk van, ez a repülő éppen egy Aero Mexico repülő volt régen, és, és más milyen a, a számítógépe, és ezért nehéz volt, úgyhogy mondtam neki, hogy csak hagyja a francba, nem számít. Azt szoktuk csinálni egyébként, mikor évünk befelé a, a, a végső, a, a kifutópálya részre, tehát a, a kifutópálya meghosszabbított vonalán, mi általában egy. Egy radial int szoktunk választani. Tehát a szimulátoros uraknak mondom, hogy először is activate the approach phase, az nagyon fontos, és utána pedig Uh, uh, utána pedig egy, egy kihúzzuk a center line-t, amikor már levesznek az, az érkezésről és csak vektor van, hogy mennyi ilyen headingen erre felé, akkor meghosszabbítjuk a, a, a center line-t, és akkor a, ahogy van az ILS-nek azok a pontjaik, attól egy még kihúzzunk egy ilyen vonalat, ugye a radial én úgy hívják, és ebbe a számítógép, ebbe az FMS-be, ez teljesen máshol volt, más név alatt, másképpen, és akkor mondtam neki, hogy de annyira közel vagyunk, ne, nem vi, vi, visual van, tehát hogy csak látjuk a kifutó kifutópályát, mert hagyjuk a francba, nem érdekes. Úgyhogy ez nem is volt baj. Amikor leszálltunk, akkor jött a, 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 az osztályzás, ugye? és akkor a, mondta, hogy mind a ketten átmentünk. Ugye az, az első tisztet is nézik, de ő neki nincsen olyan nagyon nagy tétje, nekem viszont van, mert engem lehúzhatnak a, a, a repülésből, és azt mondhatják, hogy menjél vissza a, a szimulátorba, és akkor még ezt és ezt gyakorolja be de ez nagyon ritkán szokott történni, általában nálam azt szokott történni, hogy mondják, hogy jó van, ügyes vagy, sziasztok, legközelebb látunk, hogy egy év múlva. Úgyhogy most annyit mondott csak, hogy, hogy a, ugye, egy pár szót rosszul mondtam, ugye ez, ez bevonzott be a régi munkámból, meg, a, meg ahogy minket tanítottak régen, ugye az nekem megmaradt a fejembe, Ugye, hogy azt mondjuk, hogy, hogy, mit tudom én, a, a 16,000 feet, set, és akkor azt nem kell mondani, hogy set, hanem azt jelenti csak, hogy 16,000 feet, tehát a setet nem kell oda mondani. Meg amikor beállítjuk a, a trimet, mielőtt felszállunk, akkor nem kell azt mondani, hogy, hogy up point five set, vagy, vagy, vagy up point five check, azt se kell mondani. Úgyhogy ez, 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 a két kis szójáték volt, amit, amit, nekem meg kell, újra kell tanulni a fejembe. Mert nem így mondja a könyv, úgyhogy azt ő, ők már nagyon jól tudják a könyvben, hogy mi van, mert ezt bújják egész nap, ez az életük, hogy a, a, a könyveket bújják, és minden egyes szót úgy kell kimondani, ahogyan az le van írva, és ez, ez semmi baj nincsen. Ez nem kekeszkedés, nem, nem kukaszkodás, ez, ez, ez így van rendjén. És akkor a, a, tehát ennyi, ennyi, ennyi volt csak, amit mondott hozzá. Úgyhogy a, a, az első tisztnek mondott egy pár dolgot, és az első tiszt elkezdett vele majdhogy nem vitatkozni. Úgyhogy aztán én meg így fogtam a fejemet, hogy oké, okay, ez nem jó. Szóval azoknak, akik uh, most pilóták lesznek, tudom, hogy egy páran nézitek ezt a, a, a műsort, amit csinálok, köszönöm szépen. Szóval nektek mondom azt, hogy ha, ha valaha egy, egy átmentek egy ride on tehát hogy, egy, 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 hogy mondják ezt, egy vizsgát tesztek, vagy pedig van egy ilyen line check, amin átmentek, akkor nem vitatkozni kell a vizsgabiztossal, hanem azt mondani, hogy meghallgatni, nagyon fontos meghallgatni, nem belevágni a szavába, és azt mondani a végén, hogy thank you, és yes sir, ennyit kell mondani. Ha nem mond semmit ez a vizsgabiztos, aki nálam volt, akkor ő nem csinálja a munkáját neki. Az a munkája, hogy hibát találjon, nem pontosabban javítani valót találjon a munkádba, és azt megmondja, és akkor attól mindenki jobban jól, jól, jól érzi magát, és akkor, akkor, elmegy a dolgára, mi is elmegyünk a dolgunkra, és kész vége az egésznek vitatkozni a vizsgabiztossal nem szabad. Akkor, akkor is, ha hölgy vagy, akkor is, ha jobban tudod, akkor is, ha biztos vagy, hogy nem úgy van. Ha biztos vagy, hogy nem úgy van, az egy más kérdés, akkor viszont, ha tudod, hogy nem úgy van, akkor vedd elő a könyvet, és nézd meg, hogy abban mi van, és akkor annyit kell mondani a vizsgabiztosnak, hogy elnézést, én ezt most olvastam tegnap, és szerintem ez nem így van, hagyd mutassam meg a könyvbe, hogy mi van, és azt megértik, és annak van valós alapja. A könyv az, ami, hát úgy is lehet mondani, hogy ez mostanában nehezen fog hang, az hangzani egy katolikus szájából, de de a könyv, amiben le van írva minden, az a mi Bibliánk. Úgy is lehet fogalmazni, hogy ami ott le van írva, az a Szentírás nekünk. Úgyhogy, ha ott a, 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 a könyve benne van, és változtatnak rajta mindig, ugye, a... a mint ahogy más vallásokban szoktak változtatni a Biblián, mindig rendszeresen. Mert minden, nem menjünk bele a Bibliába, meg a politikába, ez nem jó. Szóval a lényeg az, hogy a mi menüalunkban, mi, mi, mi leírásunkban néha szoktak változtatni, és azt mindig kiadják, hogy mennyi változtatás történt, ezt nekünk mind meg kéne tanulni, és azt én mind elolvasom, és aztán gyorsan el is felejtem. Aztán valami megragad, aztán kiderül, hogy az első tisztem majd mondja, hogy na, azt már nem úgy mondjuk. És akkor nekem is volt ilyen egyébként, amikor elkezdtem a kapitány képzésbe. A repülni. Az első nap, amikor elindultunk a, 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 a tanuló kapitány tanítóval, tehát egy ilyen csekér mint aki beült mögém, csak ő odaült az első tiszt székére, és az első úgy Csikágóból, és akkor mondtam neki, hogy, hogy a, 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 mondókát, ugye, amit mi már betanultunk ott a az, az szimulátorban nagyon, és egy, egy, egy szó rosszul volt, tehát, hogy, 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 flaps one, break check, és azt nem mondtuk, hogy break check, és akkor ő azt mondja, hogy de hát azt azt kell mondani, hogy amikor a flaps egyet, akkor a break check-et mondja, de mondtam neki, az most megváltozott elnézést, de, de, nem így van már. És akkor, ú, akkor kinyílt a szeme teljesen, hogy hogy van, hogy, hogy én tudom, és ő nem, és kiderült, hogy már három, hón, is há, volt, egy, egy három hete nem repült, és egy héttel azelőtt változtatták meg a könyvet, megnézte, ú, azt mondja, igen, igazad van, köszönöm. Úgyhogy aki a, 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 a ilyen vizsgán megy át, és jön a csekérmen, és levizsgáztatja, és, és valamit mond neki, akkor azt tanítani akarja. Úgyhogy az, hogy ha biztos vagy benne, hogy ez rossz, amit mond, akkor ha nem vagy biztos benne, akkor hallgass meg, később nézd meg, és menjél vissza, és mondj neki, te figyelj, ez nem így van, bocsánat, de nem így van. Kérjétől elnézést és aztán a, a, akkor, akkor, viszont megérti, és azt mondja, hogy köszönöm, és azt fogom mondani, hogy köszönöm. De hogyha ha te új vagy, és valamit mond neked az oktató, hogy, hogy ezt így kellett volna csinálni, meg ezt kellett volna csinálni, akkor nem kell kifogást találni, hogy miért nem csináltad úgy. Nem kell kifogást hogy, 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 hogy ezt, ezt, így, meg így, meg így van, meg hogy ennyire így nem repültem, vagy új vagyok, vagy nincs kifogás, semmi. Csak azt kell mondani, hogy köszönöm. És ha azt mondod, hogy köszönöm, vagy hogy yes sir, I understand, ennyi, ennyi, és ott a vége. Semmi gond nem lesz belőle. Ha elkezdett vele vitatkozni, akkor, az ő, akkor előjönnek az igók, és akkor mind a kettő a, a, csak nem lesz jó a vége. Úgyhogy azt mondom, hogy mondtam a, mondtam a hölgynek is utána, hogy figyelj, ő neki, hogy ha nem mond el neked semmit, akkor nem csinálja munkáját rendesen. Mondom, legközelebb ilyen van. Csak, csak maradj, maradj csendben, és az hogy köszönöm, és mindenki megy a dolgára, és így is, a, így is történt, hogy ő nem is jött vissza velünk, hanem beült hátra, és aludt már már, már a naponta, azon a napon, már három ilyet csinált, és akkor már visszafelé nem lett volna legális, hogy akkor is ott üljön, mint, mint, mint oktató, csekkelő. Úgyhogy a, visszafelé beült hátra, na és visszafelé jövünk, ugye, a, akkor már ugye a, a hölgy vezetett, ugye, mert nekem kellett először vezetni, én általában mindig megkérdezem a a a, 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 az első tisztől, bocsánat, hogy ő akar-e most repülni elsőre, vagy nem, mert ugye mindig először a kapitánynak kéne repülni, ez egy ilyen iratlan szabály, és akkor utána a külállomáson cserélünk, és akkor a másik repül. Azt az előző részben beszéltünk arról, hogy mi a különbség a pilot monitoring és a, a pilot flying a, a színházi jelenete között, ugye, hogyha nem látod volna, mennyi visszalísz és az előző csütörtökre, és a, bocsánat, előző szerdára, és akkor ott nézed meg ezeket. Úgyhogy a, megyünk visszafelé, és akkor halljuk a, 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 a hogy mondják, halljuk, hogy, hogy to, tornádó, hú, hogy mondják ezt, forgó szél, a, a, sziréna működik a, a színszínetiben. Úgyhogy a, a, azt még a Földön hallottuk az ismerőseinktől, akik ott cincinnati van, vannak, küldték a, 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 a kis text message-et nekünk, hogy, hogy itt beindultak a szirénák. Ugye, emlékszetek, amikor Denverben voltam a, a, a Richardnál, a, Richard a, ott volt az a hatalmas hatrad, amit épített, és az elejében volt az a, a hemi motor, és az is egy ilyen szirénából való volt, ugye egy nagy V8-as motor, ami elkezd menni, és akkor meghajtja, mintha légvédelmi sziréna lenne, és akkor a, azok mentek, a, 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 hogy hívják be, cincinnati mert jött a, a valami hatalmas vihar, és forgó szélveszély volt, úgyhogy ott is leterelték az összes utasta a repülőtér aljába, hogy elbújjanak, és mi közben megkészülődünk, hogy na, akkor menjünk Cincinnati-be, úgyhogy <laughs> mondom, nagyon jó lesz, Úgyhogy a, mire odaértünk, addigra már, már elment az a vihar rész, ami, ami ezt a veszélyt fenyegette, és aztán, a, ja, úgyhogy a, itt van egy kis rész ebből. Úgyhogy a, a végén leértünk, leszálltunk, és akkor a, minden oké okay volt. Úgyhogy, úgyhogy, ez volt a, ez volt a nagy... A, hogy mondják, a, a nagy itt, úgyhogy most már minden, abszolút le vagyok csekkolva, ugye átmentünk a szimulátoron, átmentünk a pisi teszten, és most akkor ez a line check is megvolt, úgyhogy most remélem, most a ideig békén hagynak. Úgyhogy most jön az a része a hónapnak, ugye, amikor ügyeletes leszek egész hónapban, sikerült olyan órarendet szereznem, ahol, ahol délután 5-től éjfélig hívhatnak, és akkor általában nem szoktak hívni, mert ugye cincinnati nem történik semmi ebbe az időbe. De úgy lesz ki, hogy, hogy, most majd a jövő hónaptól már két ilyen órarend lesz a, 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 a mi cégünknél, úgyhogy, ez még jobb, úgyhogy ezek szerint úgy gondolják, hogy tényleg szükség van erre az időpontra. Mert ugyanis, hogyha elhúzódik a repülés, mert akkor mert valamiféle idő miatt, vagy valami miatt, ugye, és akkor a pilótáknak elfogy a, munkaidejük, akkor, akkor, nekünk kell menni és belépni helyettük, és, és vinni tovább ugye, a fákját, és aztán csinálni a repülést, úgyhogy a, a, ennek is van valós a, értéke, hogy itthon ülök egész hónapba. Az utolsó napomon pedig New Yorkba kellett volna menjek, úgyhogy a, a Lagardia turn, tehát hogy oda megyek New Yorkba, visszafélök, és akkor annyi. Úgyhogy beülünk a, a repülőbe, elkészülünk, mindenki beszáll, és akkor mondják, hogy, hogy hát sajnos a repülő el fog késni. Úgyhogy mindenki ki kellett szállítani. Lezárták a New Yorknak a légterét, és aztán a, a, nem, lehet, ne, nem lehetett senkinek seki sebe menni. Mondom. De hát nem is esik az eső New Yorkban, mondom, mi a fene van. Úgyhogy nézem a, nézem a, 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 a térképet, a, a radart, és akkor látszik, hogy egy ilyen jó száz mérföldre tőle van egy vonal, ilyen szép félkör alakú vonal, ami ami, ami jön New York felé, és az azt jelenti, hogy akik jöttek volna befelé leszállni, azoknak kell valami kis résen átbújniuk, és akkor épp hogy, épp hogy ott be tudnak jönni, és utána már le tudnak szállni, mert ott nincsen rossz idő. Csak ugye a New York körzetet elérni nehéz volt. És akkor a Hát akkor leszállítottunk mindenkit, mindenki nagyon örült neki, ugye? És aztán a szép lassan mondják, hogy akkor egy óra múlva lesz a, 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 az időpont, amikor ti felszállhattok, az idik, idik time, úgy hívják. És aztán a, Mondjuk, hogy oké, okay, akkor, akkor a 40 perccel azelőtt kell elkezdeni a, a fölteni az embereket, mert egy ideig eltart, mire felszállnak, meg leadják a kis táskájukat, meg bepakolnak, meg ilyesmi. Szóval behoztam az embereket, föl, felszállnak, minden kész van, megkapjuk a, a, a papírt, hogy mi, mennyi, mennyi bőrön van itt, meg mennyi ember van, meg minden, és akkor csuknánk be az ajtót, és akkor jön, a, jön az információ, hogy akkor még egy órával meghosszabbították. De, 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 az óra előtt 45 perccel, tehát nem egy óra, nem 60 perccel, hanem 45 percnél lesz egy, 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 időnk, amikor felszállhatunk. Mondtam, oké, okay, akkor most már mindenki fönn van, én nem fogom őket még egyszer leszedni a repülőről, hanem inkább az lesz, hogy, hogy visszatoljuk magunkat, már jött volna a másik repülő a mi kapunkra, hogy felszabadítsuk a kaput, meg hogy készen legyünk, hogy elinduljunk. Úgyhogy megkértem a a visszatoló a, a személyzetet, hogy a, a kis traktorra tolják a repülőmet egészen hátra a, a rámpára, oda, ahol nem zavarunk senkit, és akkor nem fogom beindítani egyik motort se, hanem csak a kis APU motor a farok részbe megy, és akkor abból lehet áram, meg meg légkondicionálás, és akkor toljanak vissza odáig, aztán ott, ott elücsörgünk egy kicsit, úgyhogy az embereknek ez tetszett is, hogy inkább a repülőbe ücsörgünk, mint a terminálba egy kicsit, és akkor eljött az idő, és akkor megint mondják, hogy hát sajnos meghosszabbították még egy órára. Hát mondom, most már akkor lassan két órát ültünk itt a repülőbe, az nem jó, úgyhogy a, közben elveszítettük a kapunkat, mert egy másik repülő bejött oda. Úgyhogy fölhívtam a, a, a főhadi szállást, hogy mit akarnak csinálni, és akkor a, mondja a srác, hogy hát nem tudom mit csinálni, menjél vissza egy kapuhoz, ott egy másik kapu van, majd mindjárt szerzek neked egyet, és akkor menjetek vissza, szálljatok le, és akkor eldöntjük, hogy mi történik. De mindeközben a, a vihar beért New Yorkba, és azt látszott ugye, hogy mindenkit megállítottak az egész országban, aki oda tartott. Még nemzetközi járatokat is, amik, amik külföldről jöttek, azokat is máshova kellett leszállniuk, nem New Yorkba. Úgyhogy a, nagy volt a galiba, és amikor a, ugye elmegy a vihar, akkor az az összes járat, ami az előző 3-4 órában oda tartott, ugye ez elég nagy számú repülő, az mind valahol vár, és ez mind oda be akar majd menni. Vagy pedig a levegőbe vár, és onnan azoknak van elsőbségük. Úgyhogy aztán mondták, hogy, hogy mikor beálltunk a. a, a, a hogy hívják be, beáltunk ugye az új kapuhoz, akkor, akkor mondták nekem, hogy, hogy még azért nem fogjuk eltörölni a járatot, de mire leszállt mindenki, addigra már eltörölték a járatot. Úgyhogy az emberek mikor szálltak le, én odaálltam az ajtóba, hogy, 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 hogy nekem a, a, szegezzék a. a a tekintetőket ne pedig a szegény légiutas kísérőket verjék meg. De egyébként, ami úgy érdekes volt, hogy mivel so sokat beszéltem hozzájuk, minden 10-15 percben mondtam, hogy mi a fejlemény, vagy hogy nincs fejlemény, így értették, hogy mi történik, úgyhogy nem nem volt gond. Tehát mondtam nekik, hogy a repülő is jó, nekünk is van még időnk, tehát rossz az idő. New Yorkban nem engednek be senkit, úgyhogy ezt, sajnos ezzel nem tudunk mit csinálni. Úgyhogy aztán az egyik ember kérdezte tőlem, hogy most akkor ő vezessen, vagy pedig béreljen egy autót, és úgy menjen, vagy pedig várja ki, mondta hogy én bérelnék egy autót, mondom, az, az jobb. Úgyhogy aztán végül is gondoltam hogy lehet, hogy mégis elengednek minket, akkor lehet, hogy rosszat mondtam neki, de az igazából kiderült, hogy tényleg jót mondtam neki, mert eltörölték a repülőutat, és akkor a, a repülő is ott maradt, nem kellett, nem ragadtott senki New Yorkba, szóval ez így sokkal egyszerűbb volt, opera, tehát ha végig gondolod az egészet, sajnos nagyon, nagyon szomorú voltam az emberek miatt, mert ő nekik oda kellett volna menni, gondolom mentek volna dolgozni, vagy, vagy üdülni, vagy, vagy randizni, vagy mit tudom én, és aztán nem tudtam őket elvinni, de hát nem feltétlenül az én hibám volt, hanem ugye így alakult. Úgyhogy aztán Um, akkor összepakoltunk, ott hagytuk a repülőt, ott hagytuk a sok utast, a tártak sorba, hogy úgy kapjanak másik jegyet valahogy, valamikor nem tudom, és aztán hazajöttünk. Hát, kö Köszönjük, hogy ezt is megnéztétek, aztán jövő héten újra megpróbáljuk. Sziasztok! Yeah. Here's 1567, just gonna make day bubble 370.